Sziasztok, ahogy ígértem, folytatjuk tovább a kombinatórikát, méghozzá mostani videómban csak is feladatokat fogunk megoldani. Kezdjünk is bele! Hány különböző sorrendje van az ABCD betűknek? Ha visszagondoltok a Korábban tanultakra van egy ennelemű halmazunk, jelen esetben ez ugye négy darabból áll, az A, B, C és a D-ből, és minden lehetséges módon sorba kell rendeznünk úgy, hogy számít a sorrend, és mindent felhasználunk, tehát mind a négy betűt. Ez az permutáció, méghozzá az ismétlés nélküli permutáció, azaz, tehát permutáció, Ugye az N, a N számú halmazunk az ugye négy darab A, ABCD, és ez nem lesz más, mint a négy faktoriális, azaz 24 különböző sorrendje van az ABC betűknek, ugye jusson eszetekbe, ez az N faktoriális. következő példára mehetünk, ez ilyen pofon egyszerű volt. Egy iskolában mind az öt érettségiző osztály egy-egy táncot mutat be. Az A osztály palotást táncol, a többi tánc sorrendjét sorsolással döntik el, hányféle sorrend alakulhat ki. Ha ezt így lerajzoljuk, ugye van öt érettségiző osztály, jön annak a kis kosárkák, három, négy, öt, itt az öt osztály azt mondja, hogy az A osztály az palotást fog táncolni. Tehát ez a fix, hogy ő palotást táncol. A többi négy helyre van 4 érettségiző osztály, és a sorsolással fogják eldönteni. Ezt vegyük ki az öt kosárból, tehát marad négy, mert ő, fix. Tehát fix, hogy palotást fog táncolni. A többi négy helyre van négy osztály. Az első kosárkában négy osztály közül választhatunk, a másodikba három, a harmadikba kettő, és az utolsóban már csak egy. Azaz a megoldás a négy faktoriális, tehát ez is permutáció, méghozzá ismétlés nélküli permutáció, csak ugye itt a feladatban az volt a bonyolítás, hogy ugye az A osztály az biztos, hogy palotást fog táncolni, tehát ő kiesik az öt kosárból, így már marad csak nekünk négy kosarunk, mivel négy érettségiző osztály közül fogják sorsolással eldönteni, hogy ki milyen táncot fog táncolni. Akkor haladunk is tovább. A 9. B osztály létszáma 32 fő. Közülük először egy ö, osztálytitkárt, majd egy titkár helyettest választanak. Hányféle kép alakulhat a kiválasztásnak a sorrendje? Ha eszünkbe jut, hogy N egymástól különböző elemből, K csoportokat képezünk, tehát van a 32 fős osztályunk, abból k csoportot képezünk, jelen esetben egy osztálytitkárt és egy titkár helyettes, tehát kettő főből álló k csoportot képezünk, számít a sorrend, és nem használjuk fel minden elemet, hiszen csak 32 főből kettő helyre fogunk választani egy osztálytitkárt és egy titkár helyettest, akkor ez ugye az ismétlés nélküli variáció, Ismétlés nélküli variáció képletét ö, felírva, hogy ne felejtsük el. N faktoriális. N K. Faktoriális az az jelen esetben, ismétlés nélküli ö, variáció 32 fős az elemszámunk, tehát az N, abból kiválasztunk kettőt egy. Osztálytitkárt és egy titkárhelyettest, és ebből visszaértesítjük a képletbe. 32 faktoriális 32-ből 2 faktor. Ezt kiszámoljuk akkor. 992 kép. 992 féle képen alakulhat a kiválasztás sorrendje. Anna, Béla, Cili és Dénes színházba megy. Jegyük a bal oldal tizedik sor első, második, harmadik, negyedik helyére szól. Az A kérdés így szól, hányféle sorrendben tudnak leülni. Ha elképzeljük azt, hogy van négy ülés, a színházba, négy kis kosarunk, ugye eszünkbe jut, hogy ismétlés nélküli permutációról van szó, és számít a sorrend, és minden elemet felhasználjuk, tehát felhasználjuk az Annát, Bélát, Cilit és a Dénest, hiszen négy színházjegyünk van, négyen mennek, négy helyre fognak leülni, az első helyre hányféleképpen tudnak leülni négyféleképpen, hiszen vagy Anna, vagy Béla, vagy Cili, és vagy Dénes ül le, a harmadik helyre mivel itt már egy leült, már csak három emberből választhatunk, a második helyre két emberből választhatunk, és az utolsóra csak egy emberből, tehát ez négy faktoriális, azaz 24 féle sorrendben tudnak leülni. Nézzük a következő kérdést, a B részét. Hányféleképpen tudnak leülni a négy helyre úgy, hogy Anna és Béla jegye egymás mellé szól? Legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, ugye van négy ember, Anna, Béla, Cili és a Dénes. És azt mondja, hogy Anna és Béla jegye egymás mellett szól. Tehát Anna és a Béla egymás mellett szól. Tehát ha mindig ilyen feladatokkal találkozunk, hogy egymás mellett akarnak ülni, egymás mellé szól a jegyük, akkor tekintsük ezt Annát és Bélát egynek, tehát egy elemnek, és az összes többi helyre már csak három elemet kell nekünk permutálni, azaz háromszor kettőször egyet, azaz három faktoriálist, mivel, hogy Anna és Béla egymás mellett ül, őt őt egy főnek fogjuk elképzelni, egy egész csoportnak, elszakíthatatlanoknak, és ugye maradt még három hely, ezért a három elemet kell nekünk permutálni, és ha ezt kiszámoljuk, akkor hatot fogunk kapni eredményül, tehát hányféleképpen tudnak leülni? Hatféleképpen, ha Anna és Béla jegye egymás mellé szól. Mehetünk tovább. Hány négyel osztható, hétjegyű szám írható fel az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből? Ugye négyel osztható ö, számokat kell csinálnunk a, a megadott 5 számjegyből, és hétjegyűnek kell, hogy legyen, akkor már rögtön eszünkbe juthat, hogy van egy. Ö, ö, öt darabos elemszámunk, és azon belül kell nekünk K-elemű kis csoportokat képezni, úgy, hogy ebből a K-elemű kis csoportokban az egyes elemek többször fordulnak elő, kiválasztás sorrendje nem számít, és többször is felhasználhatjuk az elemeket, hiszen a, a Megadott 5 számjegyből 7-jegyű számokat kell felírni, tehát biztos, hogy ismétlődni fognak. Ez nem lesz más, mint az ismétléses variáció, ha eszünkbe jut a képlet. Ismétléses variáció, kiválasztunk k csoportot, ez ismétlődik. Ez nem lesz más, mint ennek a k -dikon. Ugye, ha nem adták volna meg azt, hogy négyel oszthatónak kell lenni, akkor simán csak azt csináltuk volna, hogy variáció még hozzá van nekünk ö, öt elemünk, hétjegyű számokat kell csinálni, ami ismétlődik. Ez nem lett volna más, mint öt a hetediken. Ugye bár, de megadták, hogy négyel oszthatónak kell, hogy legyen. Ezért tovább kell mennünk. Eszünkbe kell jutni, hogy a négyel való oszthatóságnak mi a szabálya. Hát az, hogy az utolsó két számjegy osztható legyen négyel. Ha megnézzük az 1, 2, 3, 4, 5-ből milyen kétjegyű számokat tudunk felírni, hogy az osztható legyen négyel. Tehát felírom, hogy négyel való. Utolsó két szám egy osztható négyel, ez nem lesz más, mint a 12, a 24, a 32, a 44 és az 52, ez összesen 5 eset. Szóval ez a megoldás, amit először felírtam 5 en akkor lenne jó, ha nem lett volna ez a kikötés, hogy hány négy osztható számunk kell. Akkor megint vegyük elő a kosárkánkat. Ugye hétjegyű számot kell képeznünk. 3, 4, 5, 6, 7, ha minden igaz. Akkor nézzük, hogy az első helyre az 5 számból, ugye 5 öt tudunk választani. Ugyanígy ide is, a harmadikra is, a negyedikre is, az ötödikre is, és itt van a négy jel oszthatóság, hogy az utolsó két ö, ö, számjegyünk, az osztható legyen négyen, itt öt eset ö, fordul elő, amit ide leírtam, a 12, 24, 32, 44 és az 52, ugye ez öt eset. Akkor számoljuk össze, 1, 2, 3, 4, Öt. Először is ez 5 öt az 5-en, és van nekünk az utolsó két helyre az 5 esetünk, ez nem lesz más, mint az 5, az öt. megszorozzuk 5-tel, ugye 5 az elsőn, ez nem lesz más, mint 5 a hatodikon, és ha ezt kiszámoljuk, ez 15625 darab négyel osztható hétjegyű számot tudunk felírni, az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből. Gyorsan még egyszer elmondom, hogy érthető legyen, ugye hétjegyű számokat kellett felírni a, a, megadott számjegyekből, de a kikötés az volt, hogy négyel osztható legyen. Ha megnézzük a megadott számokat, akkor négy oszthatóság szabálya szerint öt ilyen szám létezik, amit az utolsó két helyre kell nekünk felírni, tehát öt eset van a két helyre. Ezt ugyanúgy elképzelhetjük, mint amikor Anna és Béla az előző feladatban egy helyre akar ülni, tehát ezt tekintsük egynek. Tehát ugyanúgy az első helyi értékre mehetett ötféle számból választhatunk ki. A második 5, 5, 5, 5, és végül megszoroztuk ugye ezzel az 1 5 tehát 5 az 5 en 5 az elsőn, ez az 5 a 6 és kijött a végeredmény. Nézzünk akkor kártyás feladatot, hogy az sem maradjon ki. Hányféleképpen fordulhat elő az ultiban, hogy a kezdetben kapott 10 lap közül 5 piros és 5 zöld van. Képzeljük elénk a magyar kártyát. Ugye 32 lapos, és négy szín van. Van a piros, a zöld, a mak és a tök, és ezekből 8-8 sorozat van. Tehát 4 x így jön ki a 32. És azt mondja a feladat, hogy a tíz lap közül öt piros és öt zöld van, hányféleképpen ö, fordulhat elő. Ha eszünkbe jut, hogy a sorrend itt nem számít, hiszen teljesen mindegy, hogy osztom a lapokat, és ö, tehát nem számít a sorrend, és különböző elemek vannak, mivel nincs két-egyforma piros, hiszen csak egy pakli ö, kártyát fogok kiosztani, tehát van piros király, akkor piros hetes, szóval nem lehet egyforma, akkor eszünkbe jut, hogy ez kombináció, méghozzá az ismétlés nélküli kombináció, és ha felírjuk, akkor azt mondja, ismétlés nélküli kombináció, ugye van nekünk 8 lapunk, 8 sorozatunk, mondjuk legyen a piros, 8 piros Sorozatunk, és abból 5 piros a kezünkbe van. Hányféleképp lehetséges ez? 8 faktor per 5 faktor, 8-5 faktor, azaz 8 alatt az 5. Féleképpen ez lesz a zöld. Nézzük meg a piros. A pirosnál sincs más, hiszen abból is nyolc sorozat van a pirosak közül. Ugyanúgy fel lehet írni. 8 faktor, mivel 8 zöld sorozatunk van, abból 5 zöld van a kezembe, ugye az a kiválasztott képletbe behelyettesítjük. Ez is 8 alatt az 5. Ez a piros és a kezünkben van 5 piros és 5 zöld, azaz 8 alatt az 5, ször 8 alatt az 5, ha ezt kiszámoljuk, akkor 3136 féleképpen fordulhat elő ez az ultiban, hogy a kapott 10 lap közül 5 piros és 5 zöld van a kezünkben. Nézzük még egy kártyás feladatot. 32 lapos magyar kártyából kihúzunk 6 lapot. Az a kérdés így szól, hányféleképpen húzhatunk, ha a lapokat nem tesszük vissza. 32 lapból 6-ot kapunk, akkor 6 darab lapunk van, képzeljük el. Hányféleképpen húzhatunk? Hát az első húzása 32 lap közül választhatunk, a másodiknál 31, 30, 29, 28 és 27 féleképpen választhatunk. Azaz, ha ez eszünkbe jutott, ez nem más, mint ismétlés nélküli variáció, hiszen nem használjuk fel az összes elemet, és számít a sorrend. Tehát ismétlés nélküli variáció, amikor is 32 labból 6-ot kihúzunk, nem tesszük vissza. 32 faktor per 32-ből 6, azaz 32 faktor per 26 faktor a megoldás. Írdatlan nagy szám lesz ez különben. Menjünk tovább! Mi van akkor, hogyha 32 lapos magyar kártyából húzunk 6 lapot, és minden húzásnál vissza is tesszük? Na hát ez az ismétléses variáció. Ha megint elképzeljük, hogy 6 lapot húzunk, akkor az első kártya közül ugye még mindig 32 választási lehetőségünk van, de visszatesszük ugyanazt, akkor még megint 32- is megint visszatesszük, és így tovább egész mindig 32 féle lap közül ö, fogunk tudni választani. Tehát ez ismétléses variáció. Azaz 32. elem, 6. osztályú, ismétléses variációja nem lesz más, mint 32 a 6-on. Következő videómban pedig már a valószínűség számítással fogunk foglalkozni. Gyakoroljatok addig is, sziasztok!